Kívülről nem feltétlenül látszik, milyen állapotban van egy fa. Ezért is rendeltek el vizsgálatot korábban a Békesugárúti vadgesztenyefáknál, most pedig a Petőfi téren. Három fát tavaly már a szabad szemmel is látható korhadások miatt kivágtak, és persze pótolták ezeket, a probléma viszont ezzel nem lett teljesen megoldva. A favizsgáló szakemberek ezeken a felvételeken az úgynevezett fakop vizsgálatot végzik el azokon a növényeken, melyeknél a szemrevételezés után felmerült a gyanú, hogy nincsenek jó állapotban. Tüskéket helyezünk el a fába, érzékelőket, és a tüskék végén levő fém kopogtatásával adjuk azt a mérőhangot, amit utána a többi érzékelő vesz, és ez alapján tudja megnézni a hangterjedési sebesség alapján a műszer, hogy belül milyen mértékű korhadás elváltozás van a fában. Speciális esetekben van egy fúrásellenállásméréses vizsgálat, amikor egy nagyon vékony fúrószárat hajt bele az ember a fába, és azt nézi, hogy milyen szerkezetet fúrát éppen a fúró. Ezt speciális esetekben szoktuk használni, amikor a fakoppos vizsgálat nem ad megfelelő eredményt, vagy pedig felmerül a gyanúja annak, hogy mondjuk vízzel tert üreg van a fába, amivel ugye a fakop vizsgálat nem tud mit kezdeni. A fák egy részénél az elvégzett vizsgálat megerősítette a gyanút. Ezen a felvételen az látható, hogy a növény belül üreges, ezt a piros szín mutatja. Itt egy évtizedekkel ezelőtt lehasadt vázágnak a sebhelyét látjuk. Ezen a református templom felől lévő japán akácon a szakemberek szerint nincs szükség műszeres vizsgálatra, mert a problémák szabad szemmel is jól láthatók. Hogy belül korhadás van a korona alapban, gombatermőtestek megjelentek a törzs alsóbb szakaszán. Ez a növény veszélyessé vált, kezelésre szorul, bár Puskás Lajos szerint faápolási javaslatot itt már nehéz tenni, vagy csonkolni kell, amit ő nem javasol, vagy pedig ki kell vágni a fát. A városra egyébként is jellemző az idős növényállomány, ami sok szempontból előnyös, másrészt viszont jóval több feladatot is ad. Ahogy sokasodtak a problémák, leszakadt ágak, kidőlt fák, kezdtük a Békesugárúton. Most a tavalyi évben pedig itt a Petőfi téren lett az, hogy hát három fát kénytelenek voltunk kivágni. A törzsön látható, tehát szabad szemmel is látható korhadások miatt. Ezeket már ugye pótoltuk is. Ugyanakkor azért látszik ezeken a helyi védett japán akácokon, hogy ezek valaha vissza voltak csonkolva, és a korona alapnál ugye azért vannak ilyen rendelesen, hogy két-három ágas vastag korona alakult ki. A Petőfi téren az eddig elvégzett vizsgálatok alapján biztosan lehet majd számítani arra, hogy vágnak ki fákat, majd pótolják ezeket. Ugyanakkor amely növények megmenthetők, azokat nem vágják ki. A szakértői jegyzőkönyvekben, mert ugye első körben egy szemrevételezéses vizsgálat történik a szakértők részéről, és már jelöltek úgy fákat, hogy rögtön kivágásra, tehát biztos, hogy a téli időszakban majd lesz fakivágás is. Hát azért azt gondolom, hogy az emberek biztonsága az egy fontos tényező, tehát itt a Petőfi téren, ahol három úttal járdákkal határolt területen vagyunk, azért figyelembe kell venni azt, hogy gyakorlatilag ezek az ágrendszerek, hát ez egy emberi törzs vastagságú akár, tehát ez komoly balesetet okozhat, ha leszakad. Idén a Petőfi teret vizsgálják a szakemberek, de később mennek tovább a város más területeire. A következő helyszín jó eséllyel a Harukkern tér lesz, ahol már szintén több ág leszakadt.